A Horgosi túrútanyán zajlik a harmadik Talentó népzenei tábor gála műsora. A táborlakók itt mutatják be az 5 nap alatt szerzett tudásukat. A néptánc mellett a népi hangszerek rejtelmeibe is belekóstolhattak a harmadik Talentum tábor lakói. A hegedűvel, a tamburával, a brácsával és a nagybőgővel is megismerkedhettek a Vajdaságból és Magyarországról érkező résztvevők. Nagyon jó volt, tartalmas volt ez az 5 nap, nagyon sokat táncoltunk, megismerkedtünk különböző tájegységekkel, nagyon jók voltak a tánctanárok is, és egy remek produkciót hoztunk így össze a végére közösen. Rengeteg programot szerveztek a szervezők, nemezeléstől kezdve ugye a tánctanuláson át, ami a lényeg volt, én hegedültem is, volt mellette brácsaoktatás, és az oktatók türelmesen, készségesen és alázatosan átadták az anyagot nekünk. A rengeteg kreatív program mellett a természetben a fiatalok sokkal könnyebben és gyorsabban tudják elsajátítani a tudást. 5 nap alatt valójában annyi táncanyagot lehet elsajátítani, mint otthon egy próbatermi környezetben heti 2 próbával mondjuk 4 hónap során. Tehát akkora fejlődésnek indulhat egy, főleg egy gyermek, vagy akár egy ifjúsági táncos is, ami behozhatatlan. A szervezők is nagyon elégedettek az elmúlt néhány nap eredményével, szerintük a fiatalok nagyon sokat fejlődtek, és a jókedv mindig jelen volt. De az, hogy 5 napon keresztül folyton ment a mulatság, a jókedv, és aztán az oktatás is. Tehát nekem ez tényleg egy nagy élmény volt. Fárasztó volt nyilván, de azt gondolom, hogy ezt nagyon jót meg tudtuk csinálni. Jó csapat volt hozzá, az egész szervezőgárda és az oktatók is teljes odaadással csinálta mindenki. Nagyon meg vagyok elégedve. A tartalmas hét meghozta gyümölcsét a táborlakóknak. A jól sikerült gálaműsort tapssal jutalmazta a közönség.